Sziasztok! Jó reggelt! Üdvözöllek titeket! Itt ma újra a csatornámon. Ma szombat reggel van, itt vagyok egy hétvégi vloggal, és ahogy a címből láthattátok, én utálom azokat a videókat, amikor mondjuk a címben van valami az, hogy leégett a házam, és az utolsó két percben ég le a házam, amikor tudom, hogy ez egy picit ilyen drasztikus, de hogy értitek, tehát hogy ó, ez is ez történt velem, és akkor az utolsó pillanatig várnak a videóba, hogy elmondják, hogy mi történt. Szóval, rengetegen kérdeztétek Instagramon, ezért gondoltam, hogy ez lesz a cím, és akkor itt tudjátok, hogy ebben a videóban megkapjátok a választ, hogy mi történt velem, miért tűntem el Instagramról egy pár napra, hogy miért lett posztolva az előző videó egy kicsit később. Szóval azt, illetve az előtte lévő videó, mert azóta már van még egy videó. Szóval a lényeg az, hogy az történt, hogy tudjátok, hogy én küzdök ezzel a pszorájcisszal most már tényleg évek óta. Tehát az nem is tudom, hogy mikor kezdődött. 2019? 2000? Valahogy, hogy bocsánat, csak közben most csináltam meg a hajamat, és közben nézem, hogy minden jó. Szóval 2019, azt hiszem, akkor kezdődött nekem ez a, vagy lehet, hogy 2018 volt már, mert nem is emlékszem, ez a hülye psoriasis. És kijött, és ugye bennem volt, mert ez genetikai dolog, de valami előhúzta, és azóta küzdök vele, mert egy helyen elmúlik, kijön a másik oldalon, egy helyen elmúlik, kijön a másik oldalon. Tehát, hogy így folyamatosan küzdök vele, és próbálom kontrollálni, próbálom kordában tartani, hogy ne terjedjen el nagyon. Hogyha van egy pici vágás a karomon, ott azonnal kijön, hogy egy picit megsértem a bőrömet, ott azonnal kijön, hogyha több stressz ér, azonnal kijön, ha utazok, azonnal kijön. Szóval, hogy így minden kicsi dolog előhozza, és nagyon elegem van belőle. És ugye kezdtem ezt az ellerjuice-os dolgot, ami tök jó, mert nagyon jót tett az emésztésemnek, nagyon jót tett a bőrömnek, tök jót tett a hajamnak. Jó, nyilvánvalóan póthajamban, de érzem, hogy itt fölül, meg itt oldalt nőnek ki újabb hajak. Szóval, hogy így összességében a Zeller Juice az nekem pozitív dolgokat hozott, de nem segített még leküzdeni a pszorájciszomat. Nyilvánvalóan még nem régóta iszom, nagyjából egy-másfél hónapja, szóval még azért adok neki esélyt, hogy a pszorájciszomon is segítsen. Rengeteg történetet hallottam, hogy pszorájciszomon ekcémán segített, úgyhogy nem adom fel. Tudjátok, hogy elutaztunk Magyarországra 9 napra, egy hétre, 9 napra összesen, és az utazás előhozta nekem jobban a pszorájciszt. És nagyon megtámadta a fülemet belülről. Tehát nekem a pszorájciszom az van a fülemen kívül, tehát hogyha megnézem, akkor itt hátul van pszorájcisz, meg itt elől is szokott lenni pszorájcisz, itt a fülcimpán mögött is szokott lenni pszorájcisz, de belül annyira nagyon nem volt. Egy icipici volt, de nem úgy, hogy az egész. És mind a kettő fülemet egyszerre megtámadta, és már nagyon-nagyon viszketett, nagyon fájt, nagyon-nagyon be volt dagadva, és egyik nap felébredtem, és nem hallottam. És nagyon-nagyon megijedtem, nem tudtam, hogy mi történik, és elmentem orvoshoz, és mint kiderült, ez a psoriasis, ez egészen bement, majdnem a dobhártyámig, mivel a psoriasis ez egy olyan dolog, ami kívülről, tehát ez a külső bőrt támadja meg, tehát például belülről nem támadja meg, nem tud például a szádban belül lenni, vagy mondjuk a füledben belül nem tud, tehát minden, ami külső réteg, általában ott van psoriasis. Viszont, mint kiderült, az a bőr, ami a dobhártyáig elér, az ugyanolyan bőr, mint a külső bőröd, ezért nekem oda beterjedt a psoriasis. Ritka, tehát nem gyakori dolog, de nálam ez most előfordult, és az történt, hogy a psoriasis az olyan, hogy folyamatosan épít újabb bőrrétegeket a bőr, tehát hogy újabb bőr és bőr és bőr és újabb réteg és réteg és réteg jön, és annyira gyorsan építi ezeket a rétegeket, hogy nincs ideje arra, hogy leváljon az előző, még mielőtt a következő épüljön, ezért rétegeződik és begyullad. És ez történt belül a fülembe, és ezért nem hallottam, mert az egész blokkolva volt. Nyilván kitisztították, kimosták, minden ami blokkolta a fülemet, ott benne ez a psoriasis, ezt feloldották és kiszedték, viszont ugyanúgy ez újra és újra elő fog jönni, tehát ez nem úgy van, hogy na akkor most ki van tisztítva, és akkor többet nem lesz, hanem ez folyamatosan építi. Úgyhogy kaptam cseppeket, antibiotikumot, krémet, mindent, úgyhogy ezzel küzdöttem abba pár napba, és nagyon rossz érzés, amikor nem hallasz. Tehát az, amikor vannak dolgok, és így ilyenkor jön rá az ember, hogy vannak dolgok, amiket természetesnek veszel, az, hogy látsz, az, hogy hallasz, az, hogy lélegzel, és hogy amikor ezt elveszik tőled, mondjuk mint nálam elvette a pszorájcisz az, hogy nem hallottam rendesen, akkor jössz rá, hogy mennyire szerencsés vagy, és hogy ez mennyire természetesnek veszed. És én is így voltam ezzel a fül dologgal, hogy annyira rossz volt, hogy nem hallottam, az egyensúlyom más volt, a kedvem más volt, rossz volt minden, nem hallottam, fáj,
annyira rossz volt, hogy nyilván nem a világ vége, tehát nyilván nem úgy csinálok, mintha valami tényleg szörnyű, végzetes betegségem lenne, viszont hihetetlen idegesítő volt. És ez teljesen beárnyékolta az egész napomat, nagyjából 3-4 napomat, ezért csúszott el minden. Úgyhogy gondoltam, hogy elmondom itt nektek, hogy ez történt. És most pedig ugorjunk bele ebbe a hétvégébe. Reggel van, fölkeltem, kicsit tovább aludtam, mert tegnap este ünnepeltünk, mert bezártunk egy eladást, elmentünk vacsorázni, barátokkal voltunk, úgyhogy kicsit későn értünk haza, későn feküdtünk le, egy kicsit tovább aludtam, megittam a Zeller levemet nagyjából egy órával ezelőtt, és most pedig iszom a kávémat, és még nem nagyon ittam belőle, lefőztem, de még nem is ittam mostanában, valamiért nem vagyok éhes, nem nagyon kívánom úgy a dolgokat, nem tudom, hogy ennek van-e valami oka, majd meglátjuk. És ma viszont megyünk ebédelni, megyünk az egyik kedvenc rámen helyünkre. Előtte be akarok ugrani az irodába, oda is viszlek titeket magammal, mert fel kell vennem onnan valamit, legalább látjátok az irodát. Most úgy sincs bent hétvégén olyan sok ember, úgyhogy talán tudok kicsit ott kamerázni. Elmegyünk enni, délután elmegyünk vásárolni, és ezen kívül, ezen a hétvégén tervezek egy nyaralást, bármint, hogy most megtervezem a nyaralást, ami augusztus második felében lesz, amit nagyon-nagyon várok, el sem tudom mondani, hogy mennyire, mert hát voltunk Magyarországon, de az nem volt nyaralás, ez inkább családlátogatás volt, úgyhogy most beiktatunk egy nyaralást augusztusra. Nagyon-nagyon-nagyon várok, el sem tudom mondani. Szóval azt próbálom leszervezni, hotel, repülőgép, megnézni, hogy ott mik az előírások, autóbérlés, tehát ezt egészet most így hétvégén el akarom intézni, úgyhogy most még amúgy ez nem pizsama, hanem fürdőköppeny. Imádom ezt a fürdőköppenyemet, ilyen unikornisos, úgyhogy jó meleg van, úgyhogy ilyenkor ilyen kis lenge fürdőköppenyben szoktam lenni reggel. Úgyhogy most gyorsan átöltözök, felöltözök, elkészülök, és utána jövök vissza. Na, most itt vagyunk a parkolóban, mert éppen megyünk az ebédelőhelyre, itt először az irodába, aztán az ebédelőhelyre, csak gondoltam, megmutatom, hogy miben vagyok. Szóval egy ilyen nude rövid nadrágba, és hozzá pedig egy ilyen csíkos inget fölvettem, ami kicsit ilyen kigomboló, szóval alávettem egy ilyen topot, és úgy megyünk.
Szóval, az történt, hogy beugrottunk gyorsan az irodába, egy nagyon rövid időre, aztán utána eljöttünk ebbe a rámen helyre, ahol mindig el szoktunk jönni, és általában kicsit később szoktunk ide, nem ilyen korán, most még csak 11:30, és kiderült, hogy egykor nyit, úgyhogy nagyon-nagyon éhesek vagyunk. Megmondom őszintén, hogy én személy szerint kivárnám azt a 25 percet, mert ameddig bennünk a kocsiba, és elmegyünk máshova, az is ugyanannyi idő lesz, de a barátom nagyon éhes, és azt mondta, hogy nem bír várni. Úgyhogy megyünk egy másik helyre. Úgyhogy éppen kinéztünk egy másik rámen helyet. Most sétálunk az autóhoz, és megnézzük ezt a másik rámen helyet, ahol még soha nem voltunk. Úgyhogy reméljük, hogy jó. Ezen kívül nagyon-nagyon meleg van. És ahogy mutattam, ebbe az ingbe vagyok, meg ebbe a rövid nadrágba. De annyira melegen van, hogy lehet, hogy le fogom dobni magamról az inget, mert ez halál. Azt írta, mindig megnézem a telefonom, hogy milyen idő lesz, és sokkal kevesebbet írt, mint amennyinek ez érződik. Na végül is ide értünk, de nem a rámen helyre, hanem egy teljesen másik helyre. Na sziasztok, hazaérkeztem, hát ez egy eléggé sűrű nap volt. Igazából nem volt sűrű, de azért egész nap rohangáltam. Szóval ugye elmentünk ebédelni, aztán hazugrottam gyorsan, itthon voltunk egy órát nagyjából, aztán utána elugrottam a boltba. Nem tudtam, hogy miket vettem gyorsan, de mindent kirakok, és átmegyünk rajta együtt. Szóval vettem raspberryt, málnát, ez a barátomnak a kedvence. Én amúgy nem szeretem a málnát, szeretem a málnás fagyit, de nem szeretem magát a málnát, de a barátomnak a kedvence, úgyhogy vettem ebből egyet. Aztán megláttam az epret, és annyira nagyon jól nézett ki, és annyira megkívántam, hogy úgy döntöttem, hogy veszek epret is, én nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Na ez elsősorban szintén a barátomé. Ez nagyon-nagyon finom, olyan, mint egy ilyen fonott kalács, ilyen csokis, fonott kalács, csokis, egy ilyen francia dolog a Whole Foods-ban, nagyon ökbriósnak hívják, de amúgy nem briós, hanem inkább ilyen fonott kalács. Vettem pisztáciát, tudjátok, hogy ezt imádom, és a barátnőm, a Sam, nem tudom, hogy ismeritek-e, vagy hogy nézitek a YouTube csatornáját, az a neve, hogy Sam Oscarol, ő neki is egy ilyen lifestyle, egészséges életmóddal kapcsolatos YouTube csatornája van angolul, ő itt lakik az Egyesült Államokban, és ő küldte, hogy ezt mindenképpen próbáljam ki, ez a pisztáciás tej, tehát pisztácia alapú tej, és nagyon-nagyon egyszerű a hozzávaló, azért nagyon-nagyon tetszett, tehát csak simán van benne víz, organikus pisztáció, organikus mandula, organikus mandula kivonat, és pink, himalái só. És nagyon-nagyon finom, most kóstoltam meg, kinyitottam, mert alig vártam, hogy megkóstoljam. Olyan íze van, mintha marcipánt innál. Tehát nincs benne semmi cukor, tehát nem tudom, hogy van-e benne természetesen cukor, vagy hogy van, 1 gram, de 0 hozzáadott cukor van benne. Szóval ez nagyon, tényleg hihetetlenül egészséges, sokkal egészségesebb, mint az, amit én veszek, a zaptej, mert abban sokkal több hozzávaló van, ez tényleg csak 5 hozzávaló is annyi, és ő küldte, és kipróbáltam, és annyira finom, mondom, olyan, mintha marcipánt innál, de nem édes marcipánt, úgyhogy
ez nagyon finom lesz a kávéba. És akkor vettem, ez is szintén a barátomnak, ez a kedvenc teája, ez is ilyen cukrozatlan tea, és ezek ilyen kis pici fél literes kis üvegek, ezt mindig, hogyha valahova megy, akkor csak kiveszi a hűtőből és tudja vinni magával. És beugrottam a boltba, csak körülnézni, hát ha látok valamit, és sajnos találtam valamit, sajnos nem sajnos. Ez egy ilyen, hát nem tudom, nem sportmelltartó, mert ilyen rendes anyaga, inkább egy ilyen sima trikó melltartószerű dolog, ami nagyon tetszett, mert leopárd nyitás, és ez mindig tök jó, kényelmes pólók alá, vagy ing alá, vagy ilyesmi, úgyhogy egy ilyet is vettem. Úgyhogy ez minden, na pont most írt a szem, hogy... Oké, szóval ő smoothie-val csinálta. Na, majd mindjárt válaszolok neki, és én csak megkóstoltam így, de szerintem kávéba is nagyon-nagyon finom. Na jó, oké, most elpakolok mindent, aztán jövök vissza. Sziasztok! Jó reggel! Most már vasárnap reggel van, és fölkeltem. Kicsit későn keltem ma is, megmondom, őszintén, tehát nagyon későn mentünk. Néztünk aludni, néztünk egy tök jó sorozatot Netflixen, és ilyen 2 körül, 2:30 körül aludtunk el, úgyhogy egy kicsit későn keltem, de elkészültem, fölöltöztem, és most pedig megyünk a boltba, illetve van egy ilyen bevásárlóközpont, ahol el akarok venni egy ilyen fehér pólót, egy ilyen egyszerű fehér pólót, vagy fehér inget, vagy valami, oda be akarok ugrani, ezen kívül az Apple Store-ba be akarok ugrani, ezen kívül... Hova akarunk még beugrani? A Jones-ba, ez az International Marketplace, oda is be akarok ugrani, úgyhogy egy csomó rohangálás van így most délelőtt. Ezen kívül, ahogy említettem tegnap, a nyaralás dolgot is le akarom foglalni, hogyha lesz rá idő, nem rossz rá idő, és gyorsan mondhatom, hogy be vagyok, gyorsan mondhatom, az a legegyszerűbb. Ott van a Bentley a háttérben, nagyon izgul, mert ugye most megyünk el. Szóval, tegnap mutattam ezt a sportmelltartó dolgot, amit vettem, úgyhogy gondoltam, hogy fölveszem, mert tök jó idő van ma, és felvettem hozzá egy ilyen fehér nadrágot. Észrevettétek többen is, hogy fogytam mostanában, és írtátok is, hogy az arcomon is látszik, és én a ruháimon veszem észre elsősorban, hogy így eléggé bő, tehát alapból ez nem volt ez a nagyon szoros nadrág, hanem kicsit bővebb volt, de egyre bővebbek a ruháim, úgyhogy le kell kezdenem majd venni új ruhákat. Ezen kívül, amit még akartam kérdezni, mit gondoltok a hajamról? Szerintetek hullámos vagy egyenes? Nem tudom, így megyek a kettő között, hogy melyik a jobb, amióta levágattam és vágattam bele ilyen layer-öket, meg a frufrumat így levágattam, azóta nem tudom eldönteni. Tetszik az egyenes is, tetszik a hullámos, a göndör, de egyszerűen nem tudom eldönteni, melyik a legjobb. Úgyhogy írjátok meg, hogy ti mit gondoltok, hogy melyik áll a legjobban. És ennyi, úgyhogy induljunk el a boltba. We'll be right back.
befogom a kamerát és elmondom, hogy mi a szituáció, mert most már csak tényleg mutatom, hogy merre megyünk, de nem beszélek. Úgyhogy szóval az van, hogy elmentünk bevásárolni, voltunk a Trader Joe-ba, voltunk a Pavilionsba, megvettük mindent, ami szükséges, és ezen kívül elmentünk a Zarába is. Benéztünk, igazából csak körül akartam nézni, igazából egy fehér pólót kerestem, de végül is mást vettem, de megmondom otthon, hogy miket vettem. És utána pedig eljöttünk ide a Grove-ba, most pont jövünk el onnan, az Apple Store-ba, viszont nem volt nekik az, amit akartunk, úgyhogy most elmegyünk egy másik Apple Store-ba, ami körülbelül egy ilyen 5 perc innen, úgyhogy oda gyorsan átugrunk, megnézzük, hogy ott van-e, amit keresünk, és utána pedig fel fogunk venni ebédet, és szerintem poki lesz, de lehet, hogy nem poki lesz, mert lehet, hogy addigra már annyira éhesek leszünk, hogy csak a legközelebbi helyre bemegyünk és onnan hozunk kaját, úgyhogy már meglátjuk, hogy mi lesz, ezek a tervek, és és most menjünk az Apple Store-ba. Nem volt sikeres az Apple Store-unk megint, mert kellett volna várni egy órát, amire tudnak nekünk segíteni, úgyhogy csináltuk egy időpontot holnap reggelre, és majd hétfőn visszamegyünk. Viszont most itt vagyunk a Poki helyen, úgyhogy most kiszállok, bemegyek a Pokiért, aztán megyünk végre haza. Most jöttünk haza, úgyhogy gyorsan megmutatom, hogy miket vettünk. Szóval vettem pár avokádót, ez ilyen fagyasztott pizza, ez a barátomnak a kedvence, ez brokkoli alapú. Mindig van itthon nálunk fagyasztott pizza, hogyha tegyük fel valaki éhes esetleg, és éppen nincs itthon semmi, akkor legyen valami a hűtőben. Ez szalmon lazac, ezt meg fogom csinálni egy tésztába majd. Egy csomó zeller, cilantro, hellshot, ez shrimp, rák. Ez pesto, ez a kék taco, ez kék corn, tehát kék kukorica alapú taco. Ez pedig a barátomnak a kedvenc peanut butter and jelly ilyen snackje, és ezen kívül vettem egy ilyen fettuccini tésztát is. És ez minden, itt van az összes zacskó, ezen kívül itt van egy nagy Zara táska is, teli ruhával, de ezt majd ebéd után mutatom meg. Van a poki is, minden olyan morzsás, gyorsan ezt most le fogom tisztítani, és utána fogunk csak enni, mert ez idegesít engem, nem bírom elviselni, hogyha morzsás az asztal. Na, és ez fekete is, úgyhogy minden látszik rajta, de itt van a poki, úgyhogy ezt fogjuk enni ebédre. Na, gondoltam, hogy gyorsan megmutatom, hogy mit vettem az Zarába. Igazából, amit láttatok, az a nagy zacskó, abból kettő dolog az enyém. Az egyik ez a nadrág, ez egy ilyen olyan, mint egy cicanadrág, de kicsit vastagabb, meg kötött, de nem az a nagyon vastag kötött, tehát simán nyáron is föl lehet venni, mondjuk este, vagy délután, amikor nincs olyan nagyon meleg. Milyen mondhatom, hogy oldalról. Nem is tudom pontosan, hogy ez milyen fajta anyag, de nem az a tipikus cicanadrág anyag, hanem inkább ez a kötött, és gondoltam, hogy ez tökéletes lesz akkor, ha például megyek valahova, és a repülőn mondjuk fölvenni, akár ezzel a sportmelltartóval is mondjuk rátogok egy pulcsit, vagy egy kardigánt, vagy akár közben megjött a Bentley, ideértő is, vagy egy inget, vagy valamit. Úgyhogy szerintem ez egy tök jó outfit, és nagyon könnyen lehet, bocsi, csak a Bentley folyosan ugrál föl, nagyon könnyen lehet párosítani. Úgyhogy ez az első, és ez egy MS, tehát ebből MS kellett nekem, azért, mert ez egy nagyon szűk szabás. És a második, az pedig ez a rózsaszín ruha, ez egy ilyen ing ruha, tehát ilyen nagyon ilyen ing anyaga van, mint hogy egy sima ing lenne. Viszont így van, egy össze van szépen húzva itt derékba. Ebből pedig képzeljétek el, hogy XS-es kellett, ezzel felpróbáltam egy SS-et, teljesen bő volt itt a derekánál, meg nem tudom, szerintem ebben az a szép, hogy kicsit ilyen rövid, olyan, mint egy ilyen tündérruha, hogy így kiáll, és rövid, viszont az S az nagyon hosszú volt, és ilyen bő volt. És ezt láthatjátok is a bejátszásban, amit felvettem ott az Zarába, amikor felpróbáltam, akkor ilyen nagyon bő volt. Tehát mindenképpen az XS-es kellett, úgyhogy ez lett a ruha. Én ezt nagyon-nagyon jól ki tudom majd használni az irodába, tehát munkához, vacsorához, nyáron, akár nyaralásra is, úgyhogy teljesen jó. Mindenképpen akartam egy rózsaszín ruhát, és egy darab rózsaszín egyberészes ruhám sincs, ami ilyen rózsaszín, ilyen Barbie rózsaszín. Úgyhogy gondoltam, hogy miért ne. Régen nem szerettem a rózsaszíneket, mert hogy szőkehajt az a rózsaszín túl sok, de mostanában nagyon tetszenek, meg nagyon, mostanában nagyon sok emberen látok
rózsaszint, és nagyon-nagyon megtetszett, úgyhogy ezért választottam ezt. És most pedig itt vagyok a konyhában, mert gondoltam, hogy elköszönök tőletek, mert már nem fog történni semmi. Vacsorára csak meg fogom enni a pokimnak a második felét, mert csak a felét tudtam megenni, úgyhogy nem fogunk ma főzni, de gondoltam, hogy még gyorsan megmutatom, hogy miket vettem, és elköszönök tőletek, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ebben a hétvégi vlogban, és találkozunk a jövő hetiben. Sziasztok!